2 perc múlva Batthyány tér állomásra az első vágányról. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Adam vagyok, ebben a videóban itt a számos. Szavaztok. És a mai videóban egy challenge-et fogunk így végrehajtani, aminek nem tudom még mi lesz a címe, majd látjátok. Nem nézettek hülyére. A challenge-nek igazából annyi a lényege, hogy Szentendrétől Batthyány térig hével, ha Szentendrét nem szedjük bele, van 16 megálló, azt itt bevágom a képet róla. Jelenleg Szentendrén vagyunk, és az a lényeg, hogy minden megállóba kell csináljunk. Kell csináljunk egy képet, amitből egyet mind a kettőnek ki kell választania. Érdeztem? Szálljunk fel, valóban mindjárt elindul, aztán itt dobjuk a szart. Szóval az a lényeg, hogy minden megállóba kell egy fotó, és igazából ezt az egészet 6 óránk van teljesíteni, és a számláló az én videómban elindul most, hány óra van? 10-12-kor van. Mindegy, nálam elindult 10-13-kor. És hát elkezdjük. Az első megállom, Pannonia. Lepróbáltam az egészen ilyen. Fősítem, vagy köszönöm, hogy épp köszönöm. Srácok, megjöttünk Pannonián, jelenleg, ahogy mondtam is, hogy 2 perc lesz, 10 óra 17 van, jó, volt egy 4 perc. Szóval most 20 percünk van, szóval 10 óra 37-re mi max vissza kell érjünk. És most úgy... Most az lesz a baj, hogy keresnünk kell fotóhelyet. Ami ez itt nem lenne rossz, csak ide nem tudjuk, hogy be lehet-e jönni. Már akkor van. Hát akkor átmegyünk a működő sineken. Ja, azt kérgetsz tényleg. Hát ott van az emberek nézők. És akkor szerintem itt lelőjük a fotókat. Szerintem minden fotót be fogok vágni a helyeken, mert utólag visszavágva az olyan unalmas szerintem. Szóval szerintem meglövöm az első fotót Ámosról. Ma oda nem lehet bemenni, de itt mondjuk... Mondjál, geci, csináljon egy olyan képet, hogy itt legyünk valakit. Ja, akkor megcsinálom az első fotót és bevágom mindjárt nektek. Srácok, ezt most elmondom ebben a nézetben, egy Sony A6000-rel fogunk fotózni. Ezzel veszük fel amúgy a videót is. Ez most az Ámos kamerája, csak kell másodlagos nézet. Szóval lőjük meg az első fotót. Jó. Ami itt lesz. A susnyiban. Jó. Első kép megvan. Köszönjük szépen, itt vagyunk srácok, pomázom. Na, szóval egy annyit fel akarok nektek vázolni, hogy mivel minden megállóban rólunk csinálni fotót, az azért elég macerás lenne, meg azért annyi idő nekünk sincs. Ezért de úgy döntöttünk... Van csak kurvárosták vagyunk. Kurvára nehéz. Szóval úgy döntöttünk, hogy van egy-egy megálló például, hogy csináltunk vagy tájképet, vagy esetleg valami makróképet, vagy vágjátok inó bármilyen fajta képet. Csak az a lényeg, hogy jól sikerüljen, és rohadjál meg hét! Szóval találkozunk, ahol fotózunk valamit, amit még nem tudjuk, mi mert pomázon vagyunk, itt nincs sok szép dolog. Na srácok, megjöttünk Szent István telepre. Most egy kicsit pörgősebben fog menni a videó, mert nem akarom, hogy megint ez is egy órás legyen. Szóval most pörgetjük, lőjük a fotót, azt megyünk a kövére. Csak most elhúzunk kicsit több helyet, több időt a keresésem, mert 5 perc alatt megvan a fotó, és várunk még 15 percet a hívre. Ott szóval, ja, megyünk keresni valamit.
normális helyet. Megvan a negyedik képünk, ide be is vágom nektek. Menjünk. Itt van kép. Megyünk, hova menjünk? Lenfon. Lenfon, na srácok, mivel a következő megállónk az Budakalász Lenfonon lesz, és mivel megint kövé megállónál nincsen kedvünk megint egy 20 percet várni egy évre, most meglőttük már a fotót, amit már mondtam. Szóval most, hogyha elmegyünk a Lenfonóra, lelőjük a képet, és mivel Budakalász kb. 5 percre van Lenfonótól, ezért lehet elsétálunk. Mert igazából a challenge-ben nincsen benne az, hogy mi kötelező hétben menjünk, csak a hét megállóknál kell csináljunk fotókat. Szóval azt az 5 percet legyalogoljuk, és akkor lehet, hogy lesz ilyen egy-egy helyen. Srácok! Ezt már mondtam az előbb, hogy most már csak álmosról vagy tájról lesz kép, de kalászom még lesz rólam. Most jelenleg itt vagyunk Lenfonon, és itt ezt a helyet gondoltuk ki, itt ilyen szép leveles fás minden, szóval meglövöm álmosról a következő fotó. Srácok, meglőttük a fotót, ugye már bevágtam. Na láttátok, hogy nagyon művészesen lett elkészítve ez a fotó. Most viszont akkor elsétálunk Kalászig. Amiről nem fog sok mindenbe bevágni, mert kimenni kell a kamera aksiát, mert nincs nem pótaksi. Szóval ja, menjünk Kalászra. Kamkajájára vár. Na hát, srácok, megcsináltunk három fajta fotót, hogyha biztos, hogy valamelyik jól legyen. Most ide bevágok a én képem, és álmosok a másik kettő képét. Itt vagyunk még mindig Kalászon, amúgy egy hévet lekéstünk, ugye a sok balfaszkodás miatt. És most megyünk tovább, hol megyünk tovább? Békás. Ja, kettő hévet késtünk le, megyünk most Békásmegyerre, és mutatom az időt, hogy hogy állunk. Jelenleg amúgy 12:30 van. És jelenleg van még 3 óra és 33 percünk a challenge-re. Így most kicsit azért kételkedek benne, hogy ez össze fog jönni, de reménykedünk, hogy összejön. Amúgy én nem is mondtam a videóban, hogy amúgy, hogyha nem sikerül a challenge, akkor december 22-én, mivel akkor mi lesz számos? Akkor lesz a leg... akkor kell a legkésőbb a nap, azt szóval akkor fog a legkésőbb kelni a nap, és akkor kell azt csinálnunk, hogy elmenjünk lefotózni a napfelkeltét, és utána ezt a challenge-et is teljesíteni, nem tudom még hány óra alatt. Hát ugyanúgy 6. Ugyanúgy 6 óra alatt. Ami nehéz lesz, de reméljük, hogy össze fog jönni, de reméljük, hogy egyáltalán ez a challenge összejön, hogy ne kelljen azért azt megcsinálni, már azért télen azért jóval hidegebb lesz, de reméljük, hogy sikerül minden, szóval menjünk Békásmegyerre. Kérem, vigyázzon, srácok, a ajtók záródnak. Meg volt Békásmegyer. Azért most nem mondom, hogy mit nem sprinteltem azért, de menjünk tovább. Nem mondom rá, hogy jól volna, de most csukódik. Menjünk tovább Csillaghegyre. Srácok, itt vagyunk a felénél. Ami azt jelenti, hogy most vagyunk, ahogy látjátok, a római fürdőnél. Most keresünk egy gyors helyet, ahol lehet fotózni, mert most már csak 10 perceink lesznek a fotózásra. Szóval ja, bevágom mind a képet, és menjünk a következő megállóra, ami Aquincum lesz. Oda megyünk.
ez mi a faszok? Tudom semmi cigit. Szávasztok, srácok! Leszálltunk, most vagyunk. Hol vagyunk? Filatori gátor. Ez a 11. megálló, még van 5 ezen kívül. Megyünk most oda a híd alá, mert ugye a híd alatt nagyon funny fotózni. Remélem, amiket eddig képeket készítettünk, azok tetszettek nektek. És ja, lassan vége a challenge-nek. Ahogy mutattam, 2,5 óránk van még teljesíteni, de szerintünk meg lesz. Srácok, itt vagyunk a Tímár utcába. Jelenleg meglőttük a következő képünket, amit bevágok ide, és a következő megálló az a Szépvölgyi út, vagy mi? Meglőttük a képet, szerintem az előzőt se vágtam be. Srácok? Itt vagyunk a... Hol vagyunk? Margit híd! Amit nem vágtam be eddig, az... A Margit hídnál vagyunk, meglőttük az utolsó előtti képünket. Most menjünk vissza az aluljáróba, és menjünk az utolsó helyszínkre, a Batthyány térre. És szerintem már így hivatalosan itt is kijelentettem, hogy szerintem teljesítettük a challenge-et. Hát igen. Mert még 1 óra 27 percünk van hátra. 14 óra 44 perc van egyébként. Szóval találkozunk a Batthyány téren. És srácok, sikeresen végigcsináltuk ezt a challenge-et, végigmentünk 16 megálló Szentendrétől Budapest Batthyány térig, és még az időben is teljesen belefértünk. Az utolsó képet ide bevágom, nektek szerintem tökre használható lett. És még így is maradt 1 óra 13 percünk, ami azt jelenti, hogy 5 óra alatt kész lettünk ezzel a... És hát nagyon szépen köszönöm Mámosnak, hogy segített videózni, meg modellkedni. És srácok, akkor találkozunk a kövi ilyen kalandba. Sziasztok!